A korábbi évekhez képest hidegebb volt a tél hazánkban. Több napon is mértek a gazdák akár mínusz 20 fokot, vagy még ennél is alacsonyabb hőmérsékletet. A januári hónapok után áprilisban ismét visszatért a fagy. Ez a téli és tavaszi rendkívüli időjárás sok kárt okozott a termelőknek. Országos szinten több mint 40 ezer hektárnyi mezőgazdasági területről 10.826 kárbejelentés érkezett. A gazdák az Agrár Széchenyi kártya segítségével eddig akár 50 millió forint hitelt is kaphattak a károk enyhítésére. Ez az összeg idén 100 millió forintra nőtt, amelyet december 31-ig igényelhetnek. Eddig is volt az előző két évben már ez a Széchenyi kártya 50 millió forintig gazdálkodóként, ez most a duplájára emelkedett, úgyhogy azok a gazdálkodók, akik az idén esetleg az anyagi helyzete olyan, úgy alakult, hogy forráshoz van szükségük a gazdaság további viteleihez, azoknak ez nagyon jó lehetőség, ez egy kamatmentes hitel, semmilyen költségi elszámolás nem terheli ezt, úgyhogy az eljárásrend most van folyamatban még a kidolgozása, és remélhetőleg rövid időn belül a gazdálkodók ezzel a forrással vihetik tovább a gazdaságokat. A károk nagyobb részét a tavaszi fagy okozta, erről 4116 bejelentés érkezett, összesen 3443 ügyféltől. Ők több mint 31 ezer hektáron gazdálkodnak. A téli fagykár lényegesen kisebb volt, erről 2740 bejelentés érkezett, 2597 ügyféltől, akiket összesen 27300 hektáron ért kár. Ezek a gazdálkodók a káresemény után 15 nappal jelentették be a termőterületeiket. Rácz Imre hozzátette, bejelentés utáni hitelfelvételre csak azoknak van lehetőségük, akik a 915 bejegyzett település egyikén élnek az országban. Szabolcs-Szatmár-Berő megye majdnem a felét elviszi ezeknek a kárbejelentéseknek, a 10.500 valamennyi országos szinten, ebből 4.343 bejelentés a Szabolcs-Szatmár-Berő megyében történt meg. A 100 millió forintos igénylésre ebben az évben összesen 67 milliárd forintos keret áll rendelkezésre. Hektáronként 1 millió forintnyi összeget biztosítanak a gazdák számára.